A behajtási költségátalány célja, hogy elősegítsék a pontos fizetést és csökkentsék a körbetartozásokat. A 40 eurónak megfelelő büntetés akár már egy nap késedelem után is alkalmazható, azonban változás a korábbiakhoz képest, hogy a jogosult leggyakoribb esetben valamilyen szolgáltató most már csak egy évre visszamenőleg igényelheti a behajtási költségátalányt a nem időben fizetőtől. Ez volt gyakorlatilag a korábbi szabályozáshoz képest az az ok, ami miatt a TIGÁZ úgy döntött, hogy most ezt idén mindenképpen el fogja indítani ezt a folyamatot. A most március 23-án bevezetett törvényt megelőzően, ha valaki egy számlát késedelmesen fizetett be, akkor ezt a behajtási költségátalányt ezt neki kellett önként megfizetnie, vagy legalábbis a könyvelésében ezt elkülönítenie. Volt egy lehetőség arra, hogy ez alól mentesüljön, abban az esetben, hogyha jogosult, önként is írásban erről lemondott. Volt arra példa, hogy megkeresték a TIGÁZ-t azzal a fogyasztó, hogy nyilatkozzon, hogy le kíván mondani erről a jogosultságáról, azonban ezt a TIGÁZ egyetlen egy esetben sem tette meg. Bármelyik cég szolgáltató követelheti a 40 eurós, azaz körülbelül 12 ezer forintos költségátalányt attól, aki nem fizet napra pontosan. Fontos, hogy a törvény hatálya nem terjed ki a lakossági felhasználókra. A TIGÁZ az elsők között postázott, a gázszolgáltató társaság csak nem 40 ezer fogyasztójának küldött felszólítást. Az ő részükre a 6. hónap végén küldtük ki ezeket az értesítőket. Van, aki már ezt befizette, azt, hogy pontosan milyen összegben vagy milyen értékben, azt nem szeretnénk egyelőre nyilvánosságra hozni. Azt lehet tudni, hogy azért az 1,2 milliós fogyasztói bázishoz képest ez az alig 40 ezer, ez egy meglehetősen kicsi arány, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a fogyasztóknak a túlnyomó többsége azért az határidőre is pontosan fizeti be a számlákat. Ha valaki a behajtási költségátalány teljesítésére vonatkozó értesítés alapján sem fizet, illetve a 40 eurós összeget sem fizeti meg, akkor utóbbira vonatkozóan is fizetési felszólítást küld majd a szolgáltató, legvégső esetben a törvény rendelkezései alapján akár a szolgáltatás is kikapcsolható, megszüntethető.